Nekem a tanya jelentett mindent. Meg az állatok, meg a szülők. És azok a esti beszélgetések, amit ilyen tanyasi tanyázásoknak nevezték. Hát amikor elvégeztek a jószággal, akkor ugye a közeli, hát néhány száz vagy kilométerre lévő tanya szomszédokkal összejöttek egyik-másik tanyán, és olyankor a gyerekeket is vitték magukkal a paraszt emberek. Emlékszem, hogy a kis öcsémet még a vállunkon, meg a húgomat is vállon vittük egyik tanyából a másikba, és sötét éjszaka, tehát éjfélig is eltartott egy ilyen tanyázási beszélgetés. És ott a paraszt emberektől milyen bölcs mondatokat, történeteket hallottam. A Hortobágy Berettyó folyó mellett egy olyan jó 10 kilométerre nevelkedtem fel. A lovakat, azt arra nagyon emlékszem, a Csillagra, meg a Vándorra. Velünk nőttek fel együtt. Tehát a saját testvérként tekintettünk rájuk, és az is egy megmaradt, nagyon szomorú, fájdalmas emlékem, amit nem is tudok elfelejteni sose, ahogy elvesztettük a testvérünket gyakorlatilag. Ez 57-ben volt, a forradalom után. Belekényszerítették apámat a TSZ-be, vagy TSZ-be, ahogy mondták, és elvették a lovat, szekeret, fogatot, amit lehetett mindent. És még azt se engedték meg, hogy a saját lovát hajtsa, hanem kapott egy másikat, a mi lovunkat, a Csillagot, meg a Vándort, egy másik gazda kapta, vagyis parasztgazda, paraszt kocsis már a TSZ-be. És a szívem fájdult meg, amikor 6 évesen mentem ki fel a tanyára, mert városból jártam iskolába, és akkor szembe találkoztam a Csillaggal, meg a Vándorral, akik megismertek engem, és meg akartak állni, de a kocsis az végigvágott rajtuk, de még akkor is hátrafele fordultak, hiába húzta a szárat neki, és verte az ostorra, hogy menjen, ahogy megálljanak, rám nyerítettek. Tehát felismertek. Annyira mélyen érintettek ezek a gondolatok, meg azok a történetek, hogy ilyen formán közel került hozzám az a fogalom, hogy mit jelent hazaszeretet, mit jelent nemzetnek lenni, hogyan kell és milyen gondolatokkal tisztelni az őseket. Ha csak Karcagról beszélek, akkor ennek a városnak a második háború alatt 1000 áldozata volt. 1000. És a kitelepítésekkel kapcsolatban is. Szóval arról még nagyon keveset beszéltek. Engem egyszer meg akartak bízni egy ilyen, hogy a harci bombázóknak csináljunk emlékművet. Hát határozottan visszautasítottam. Azt mondtam, hogy ez egy gyáva ember, ez a bombázó. Benne ül egy gépbe, kiengedi a bombáit, és ezrek halnak meg alatta. És még emlékművet csináljunk neki, ennek a bombázó pilótának. Hát ez egy ítélet végrehajtó. Hát az ítélet végrehajtóknak nem szoktunk szobrot állítani. És milyen érdekes, hogy nem csinálták meg azt az emlékművet. Olykor a fájdalmas dolgokban is ott vannak azok, amik segítenek nekünk tovább élni. És csak megmutatjuk, hogy mi történik egy szimbólummal. Ezért az anyagnak a szépsége olykor, egy kőnek a szépsége, a bronznak, vagy a faktúrának, a felületnek a szépsége, az rengeteg sok mindent mutathat. Most van egy ilyen csodaszarvas, aranyszarvas plasztikán, szobron gondolkodom és készítem el. Érzem ennek a szellemi világhoz való kötődését. Hiszen valahol mondáról, meséről van szó. De hogy én a meséket is mindig igaznak gondoltam.
az agancsa az egy életfa motívum, amiben sok minden benne van. A történelemből is, az ábrázolásokból is, az, hogy a napkorong és a hold szintén benne van, ahogy az üldöző itt megáll, hátra néz, és egy pillanatra csalogatja ez a mozdulat is, és az az életfa agancs, ami nem agancs igazából, hanem egy életfa valóságos levelekkel lesz megoldva, és a türk népek közösségének, vagy országának is például onnan fogok hozni faleveleket, vagy ágakat, amelyek ezeknek ennek a csodaszarvasnak, aranyszarvasnak a koronája lesz, ahol majd megjelenik a nap szimbólum is. Tehát most ezzel vagyok elfoglalva, ami gondolatilag visszavisz engem ezer évekre. Hiszem azt, hogy a teremtés az a életünkben a legfontosabb igazság, és a teremtés igazságához tartozik a hit is, a teremtőbe való hit, hogy valamilyen formában teremtett lények vagyunk,